Az Aquitár FC szolnoki MÁV bajnoki előtt a hazai csapat sorait sérülések és eltiltások ritkították meg, így az érvényes igazolással rendelkező technikai vezetőnek, Hegedűs Ferencnek is le kellett ülnie a kispadra. A másik oldalon a legutóbbi fordulóhoz képest egy változás történt a kezdőben, Nagy István helyét Zsolnai foglalta el. A találkozót kiválóan kezdte a tartalékos hazai csapat, az Aquitár FC Csákvár már a 7. percben megszerezte a vezetést. Nézzük ezt a középedet, labdát, gyönyörű! Megszerzi a vezetést az Aquitár FC a 7. percben. Molnár Tibor volt az, aki remekül centerezett, és középen érkezett Horváth, aki szépen elküldte a labdát a hosszú sarokba. 1-0 ezzel a 7. percben. A gólra kapufával feleltek a vendégek, a 14. percben egy szöglet utáni kipattanó labdát Antal lőtt a kapufára. A 16. percben a csákváriak egy villámgyors kontrával jelentkeztek, mely meg is hozta második góljukat. Sikerül elhozni a labdát, ez egy remek kontra lehet. Elveszített a labdát Vári. Mihály lövi be élesen a kapu elé, 2-0! Horváth a második gólját szerzi, Molnár Tibor után Mihály Dávid ad egy remek gólpassz Horváthnak. A folytatásban a Szolnok próbálta irányítani a játékot, de komoly helyzete nem adódott a vendégek előtt. A 38. percben közel járt a harmadik találathoz a Csákvár, de Molnár Tibor beadása után Gajdos fejese a kapufán csattant. A második félidőt nagy elánnal kezdte a szolnoki csapat, a lendület az 52. percben szépítést ért, a csereként beszálló Galambos alakította 2-1-re az eredményt. Ott a visszatett labda, itt vigyázni kell, mehet tovább, nincs. Nem történt szabálytalanság, viszont van szépítő gól. A lecsorgó labdát Galambos volt az, aki a hosszúba lőtte, hiába vetődött Milinte. Nem érhette el, az 52. percben 2-1. Az 54. percben Mihály Dávid állíthatta volna vissza a két gólos különbséget, lövése azonban kevéssel a keresztléc fölött szállt el. Az egyenlítésért hajtó Szolnok birtokolta többet a labdát, de a hazai támadások is magukban hordozták a gólveszélyt. A vendégek a legközelebb a 79. percben jártak az egyenlítéshez, de egy baloldali támadás után a lefejelt labdát Lengyel a kapu mellé lőtte. Az eredmény így már nem változott, az Aquitár FC Csákvár Horváth két korai találatával 2-1-re nyert. Sajnos sokan sérültünk, de hát hétközben is meccsünk volt a Ferencváros ellen. Ott is próbáltunk taktikázni, hogy mindenki egy fél időt játszon, hogy a hétvégére frissek legyünk, idézőjelbe. Én kevesen vagyunk, sokan sérült. Szerencsére sikerült megoldanunk, harciasan küzdöttünk, és itthon tartottuk a 3 pontot. Három meccsen 7 pontot gyűjtöttetek, ugye össze volt összesen 11. Nagyon jó periódusban kaptátok el ezt rajtot? Igen, úgy látom, hogy a tavaszi szezonra a csapat kicsit összeállt, jobbak vagyunk. A téli felkészülés is jobban sikerült, szerintem. Úgyhogy reméljük, hogy a tavaszi jobban fog sikerülni, célben maradás.